Minél több önkéntes dolgozik egy közösségben és segíti az önkormányzatok munkáját, annál gazdagabb az adott település. Ezt a megyei közgyűlés elnöke hangsúlyozta az év Szabolcs-Bereg megyei önkéntes díj átadóján. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezt egy díj formájában is ettől az évtől kezdve elismerhetjük megyei szinten. Egy díjat alapított a Jelrotejusz Egyesület ebből a célból. Azt gondolom, az első három díjazottunk is nagyon példamutató közösségi munkát végez évről évre. Az első alkalommal átadott díjak célja nem csak az adott önkéntes munkájának elismerése, fontos az is, hogy a társadalom figyelmét felhívják az ilyen karitatív tevékenységekre. A minisztériummal együtt minden évben próbálunk olyan rendezvényekkel megrendeztetni a megye önkénteseit és a megye önkénteseket fogadó szervezeteit az önkéntes világnap kapcsán, amelyek az önkéntességre, erre a szív-lélek cselekedetre fölhívják a figyelmet. Minden évben 72 óra kompromisszum nélkül és egyéb tevékenységekkel csatlakozunk. Viszont erre az idei év a látható járványhelyzet miatt nem adott lehetőséget. Így életre hívták az önkéntes díjat, amelyet idén három személy kapott meg. A hétköznapi feladatok mellett mindig is fontos volt számomra az önkéntesség. Az elmúlt évek során számos jótékonysági akción vettem részt. Faültetés, parkrendezés, karitatív gyűjtések szervezése, egészségmegőrző programok szervezésében vettem részt, és úgy gondolom, hogy így módon díjazták most ezeket a munkáimat. De nagyon megtisztelő, hogy Vásáros Lomény polgármestere ajánlásával ezt a díjat kiérdemelhettem. Hát a civil mozgalomban eltöltött 30 év és önkéntesként és önkéntesek szervezésével eltöltött évtizedek munkája azért egy elismerésre méltó lehetett az én életemben, és most is ezekre a tevékenységekre, ami az állatmenhelyel kapcsolatos, a sport munkámmal kapcsolatos, azért jó szívvel tudok visszanézni ezekre az évtizedekre. A harmadik díjazott Ruszinkó János nélet, aki nyugdíjas éveit is azzal tölti, hogy a ruszin hagyományokat ápoló közösséget aktívan tartsa.